A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti gyermekvédelmi intézmények, valamint a család és gyermekjóléti szolgálat évente egy alkalommal éves szakmai tanácskozást kell, hogy szervezzen, ahol az előző szakmai évet értékelik. Erre a tanácskozásra a családsegítők elkészítik a beszámolóikat, minden családsegítő nyilván arra a településre vonatkozóan, ahol ő dolgozik, és erre a tanácskozásra meg kell hívnunk a jelzőrendszeri tagokat, például polgármestereket, jegyzőket, oktatási intézményeket, bölcsöde, óvoda, iskola képviselőit, egészségügyi szolgáltatókat, házi orvos, gyermekorvos, védőnőket, kollégákat, esetmenedzsereket, óvodaiskolai szociális segítőket. És itt az a cél, hogy próbáljuk meg azokat a jellemző problémákat, illetve okokat feltárni, amelyben érintettek a családok, és gondolkodjunk egy kicsit a jövőre vonatkozóan is, hogy melyek azok a lehetőségek, amelyek segíthetik azt, hogy ezeknek a családoknak a problémáik egy kicsit megoldódjanak, vagy esetleg problémákat meg tudjunk előzni. Tehát igazából a települési tanácskozás egy előző évi értékelés, és egy jövőbeni együttműködést is próbál felkutatni. A jelzőrendszeri tagokat meghívjuk erre az eseményre, és minden jelzőrendszeri tagtól kérünk tavalyi évre vonatkozóan szintén egy beszámolót. Ezek a jelzőrendszeri tagok által összeállított beszámolók, amelyek az elmúlt év tapasztalatait és az esetleges jövőbeni együttműködés hatékonyságának növelésére vonatkozó javaslatokat tartalmazzák, az intézkedési terv alapját szolgálják. Az a célja, hogy jövőbeli szolgáltatási terveket, megoldásokat, különböző alternatívákat szolgáljon, arra nézve, hogy mi az, amivel a munkánkat még hatékonyabbá tudjuk tenni. Vannak jellemző problémák, amelyek visszatérnek. Anyagi problémák azok sajnos nagyon jellemzőek. Annak idején, mikor a gyermekvédelmi törvény megszületett, kifejezett célja volt a törvénynek az, hogy anyagi okok miatt gyereket a családjából ne lehessen kiemelni, ne lehessen kiszakítani, viszont nagyon sokszor a hétköznapi életben az anyagi problémák is oda vezethetnek, hogy a gyermek fizikai ellátását nem tudják megfelelően biztosítani. Nagyon gyakori az, hogy a gyermeknek nincs évszaknak megfelelő ruházata, nincsen tűzifája a családnak, óvodába, iskolába, hiányzik a felszerelés, hiányzik a váltóruha. Ezeknek ugye gyakran anyagi oka is lehet, viszont azt is meg kell említeni, hogy vannak olyan problémák, amelyek nem kifejezetten anyagi függőek, például a gyermek fizikai vagy lelki elhanyagolása, ez is sajnos elég gyakran előfordul. Idős emberek körében nagyon gyakori az a probléma, hogy hivatalos levelet nem tudnak értelmezni, nem tudnak egy hivatalos okiratot, dokumentumot kitölteni, nem tudnak egy nyugdíjkérelmet kitölteni, nem tudják a családok, hogy milyen ellátásra jogosultak, azt hogyan lehet igényelni. Tehát lehet, hogy vannak olyan egészségkárosodások, olyan anyagi problémák, olyan élethelyzetek, amelyben alanyi jogon jogosultak lennének ellátásra, csak nem tudnak róla. A család és gyermekjóléti szolgálat szervezésében megtartott települési tanácskozáson a jelzőrendszeri tagok képviselői jelentek meg, akik a szolgálat egy-egy területét érintő szakmai beszámolókból informálódhattak az előző évet átölelő munka részleteiről. Még mindig vannak a jelzőrendszernek olyan tagjai, akik nagyon nehezen adnak írásban jelzést, mert félnek felvállalni a véleményüket, ez alapjában véve még a mai napig is probléma. A beszámoló az egy olyan segédanyag volt, amit minden jelzőrendszeri tagnak elküldtünk a meghívóval együtt. Ez igazából azt a célt szolgálja, hogy mi is egy kicsit az ő szemszögüket is lássuk. Lássuk azt, hogy ők mit, hogyan gondolnak a problémákról, az együttműködésünkről, a családokkal való együttműködésről. És ezek a beszámolók, amiket a jelzőrendszeri tagok nekünk visszajutatnak, ezek alapjai lesznek annak az intézkedési tervnek, amit nekünk a jövőre vonatkozóan el kell készítenünk. A család és gyermekjóléti szolgálat következő feladata, hogy az összesítés után felállítsa a 2022-es év intézkedési tervét.